A Dunai Városi Önkormányzat segítségével elkészítették a helyi esélyegyelőségi programot, amelynek lényege feltérképezni és kezelni a hátrányos helyzetűek problémáit. Megoldást találni az öt célcsoport, a mély szegénységben élő romák, az idősek, a gyermekek, a nők és a fogyatékkal élők életének könnyítésére, hogy a társadalom teljes értékű tagjaivá válhassanak. Ezt a folyamatot minél hamarabb kell elkezdeni az ember élete során. Tehát ha adott esetben mondjuk valaki születését fogva kerül ilyen helyzetbe, akkor egészen fiatalkorban a korai fejlesztéssel kell ezeket a hátrányokat elkezdeni leküzdeni, és az élete folyamán mindig kell, hogy legyenek olyan segítő szervezetek, személyek, intézmények, rendszerek, akik ezeket a hátrányokat segítik neki leküzdeni. Az esélyegyelőségi program ebben nyújt segítséget. Maga a program a partnerségre épít, már, már, a tervezés folyamatában is egy olyan adatgyűjtés történt Dunavárosban, amiben részt vettek a civil szeretek. Helyi esélyességi fórum vagy HEP fórum fog alakulni, ez a mai nap egy ilyen megalakulás segítő workshop amely a következő öt évben végig figyelemmel kíséri a helyi esélyiség program végrehajtását, és az azoknak a célcsoportoknak, akikkel ők vannak kapcsolatban, ők felügyelik majd az indexkelések teljesülését. Tehát maga a civil egyfajta civil kontrollként működik. Az esélyegyelőségi programot az ország 3000 településén dolgozzák ki az elkövetkező pár hónapban.